Üdvözlök mindenkit, ez itt a 444 élő műsora, ahol ma arra keressük a választ, hogy kint vagy bent, hol politizáljon az ellenzék a következő 4 évben. Meghívott vendégeink Hatházi Ákos, aki Zuglóban, és Jánbor András, aki Józsefváros Ferencvárosban szerzett egyéni mandátumot, és akik között egyébként az elmúlt napokban úgy tűnik, hogy kialakult egy élénk diskurzus arról, hogy mi az ellenzék szerepe, mi a feladata, és hogyan tud tovább dolgozni a jövőben, úgyhogy most megpróbáljuk körbejárni ezt a kérdést. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És szerintem kezdésként talán kicsit érdemes arról beszélni, ugye a nulladik lépésként felmerült az a kérdés, hogy felveszik-e a képviselők a mandátumaikat, vagy nem. Végül úgy tudom, mind a kettő úgy döntöttek, hogy igen. Mi ennek a kérdésnek a tétje, hogy mi történik akkor, ha valaki nem veszi fel a mandátumát, és miért vegye fel egy képviselő a mandátumát? Hát nekem egyszerű válaszom van erre. Van egy ilyen technikai jellegű, hogy egyéni képviselő, ha nem veszi fel a mandátumát, akkor ugye új választást kell kiírni, és akkor a Fidesz nyeri meg azt. De nyilván nem ezen vitatkozunk alapvetően, itt egy elméleti jellegű kérdésről van szó. Ebben az elméleti jellegű kérdésben én pedig azért gondolom azt, hogy fel kell venni a mandátumát, mert szerintem ebben nincs vita közöttünk, mert én úgy kampányoltam végig ezt az elmúlt másfél évet, hogy vannak konkrét ígéretek, olyan ígéretek, amik egyébként nyilvánvalóan a Fidesz kétharmad mellett kevés esélyen megvalósíthatóak, de egyébként nagyon izgalmas lesz az, hogy egy idő után a Fideszes ellenfelem is ugyanezeket kezdte el ígérgetni, tehát lényegében a Fidesz jelöltjén tudjuk majd számon kérni a dolgokat. De én azt gondolom, hogy képviselőként, Józsefváros és Ferencváros képviselőjeként tartozok azzal a választóimnak, hogyha még kevés esély is van arra, akkor is megküzdök azért, hogy ezeket az ígéreteket végig tudjam vinni. Megküzdök azért, hogy képviseljem őket, megküzdök azért, hogy a mindennapi gondjaikat meg tudjam oldani. És igen, ennek egyébként nem csak a parlament a terep, ennek a küzdelemnek, hogyha az én kampányomat visszanézi valaki, akkor ugye azért az a diákváros tüntetéssel indult el valamennyire, hogy a diákváros népszavazáshoz mi gyűjtöttük a legtöbb aláírás, tehát hogy azért a terepmunkában mondjuk úgy erősek vagyunk. Úgyhogy szerintem egyébként nem is választható igazán szét az, hogy mikor milyen eszköz kell használni, de ezen majd még vitatkozunk. Igen. Én, ha ez a nulladik kérdés, igen, akkor én mennék egy mínusz egyedik kérdésre, mert szerintem ezt kell legelőször tisztázni, és aztán ez az egész beszélgetésnek a menetét meghatározhatja. Ezt, úgyhogy hagyd kérdezem én a képviselő úrtól, hogy ebben egyetértünk-e. Tehát az a kérdés, hogy a választás, amin túl vagyunk, az képviselő úr szerint egy tisztességes, demokratikus, tiszta választás volt-e, kvázi egy valódi választás volt-e, ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy az eddigi parlamenti működés, illetve a következő, ami most jön, parlamenti működés, ez ad-e lehetőséget arra, hogy az ellenzéki képviselők ellenőrizzék ezt a hatalmat. Tehát ez a két kérdés, hogy ezen kell-e most vitatkozni, vagy nem, akkor majd utána tovább tudunk menni, de szerintem nagyon fontos ezt tisztázni. Ugye szokott ez lenni, hogy ez egy demokrácia, ez nem egy demokrácia. Szerintem ez nem így működik. Szerintem az van, hogy vannak kevésbé demokratikus, meg jobban demokratikus működések. Ez a választás nem volt szerintem se tisztességes, nem volt olyan szempontból tisztességes, hogy iszonyatos médiafölénye van a Fidesznek, hogy hát ugye az utolsó 20 napban 1 milliárd forintot költöttek el, ha jól tudom, csak Facebook hirdetésre arra, hogy Márki-Zay Péter háborús mondatait mindenkihez eljutassák. A Nemzeti Választási Bizottságtól kezdve azok a választási eljárási szabályok, amiket megváltoztattak egyébként 18-ban, hogy szabad utaztatni a választókat, szabad lefényképezni a szavazólapot, és tényleg nagyon sokáig lehetne folytatni a sort, hogy miért nem egyenlő ez a küzdelem, és miért van egy ilyen focipálya, ami nekünk fölfelé kell rúgnunk a gólt, nekik pedig lefelé. Tehát erre a kérdésre nekem is az a válaszom, hogy ez nem egy teljesen tisztességes választás volt, de azt sem tudom állítani, hogy itt egy Rákosi rendszerféle diktatúra lenne, tehát hogy szerintem nem ilyen fekete-fehér ez a kérdés. A másik kérdése pedig az a helyzet, hogy szerintem pont az az egyik kérdés az elmúlt 12 év politizálásának, hogy az a feladata a parlamenti képviselőnek mindig, minden egyes esetben, hogy ellenőrizze a hatalmat, vagy inkább az a feladata a parlamenti képviselőnek, vagy önkormányzati képviselőnek, hogy képviselje a választópolgárokat, és megpróbálja tényleg az ő mindennapi életüket megoldani. Egyébként akár parlamenten kívüli eszközökkel, vagy önkormányzaton kívüli eszközökkel. És szerintem pont az az egyik hiba, hogy folyamatosan
ebben az ellenőrző szerepbe mentünk bele. Egyébként nagyon sokszor játszottunk újságírót, civil szervezetet, olyan feladatokat végeztünk el, ami nem feltétlenül egy parlamenti képviselőnek a feladata, bár nyilván az, hogy mivel minden szektor erőforrás hiányos, ami független a Fidesztől, ezért ezek a feladatok természetesen összecsúsznak. És igen, a hatalom kontrollja is egy fontos feladat, de én azt gondolom, hogy az a képviseletnek egy része, egy eszköze az, hogy kontrolljuk a hatalmat, hogy mondjuk amikor bejön egy olyan ügy a választópolgároktól, amiben az a kérés, hogy mondjuk mit csinálnak a helyi iskolaigazgatóval, mondjuk a klikken keresztül, akkor kell kontrollt képezni, és hát egyébként a képviseletnek a része. De az, hogy értékeket, az, hogy ügyeket, az, hogy konkrét a mindennapi élettel kapcsolatos dolgokat vigyünk parlamenti képviselőként, ez szerintem ugyanúgy elmaradt, mint sok minden más, amiről majd fogunk beszélni. Erre majd én reagálok, de azért mégis ezt ne kerüljük meg. Tehát, hogyha azt mondjuk, ön azt mondja, hogy egy részfeladata ellenőriznünk a hatalmat, ezt meg tudja csinálni, ezt alkalmas-e most a jelenlegi körülmények között, alkalmas-e ez a parlament, tehát az ellenzéki képviselőknek ön szerint vannak elég jogkörei. Ez fontos tisztázni, hogy tudjunk érvelni. Hát ugye az a kérdés, hogy Magyarországon joguralom van, vagy a legitimációnak van az uralma. Én azt gondolom, hogy a legitimációnak van az uralma Magyarországon, ez azt jelenti, hogy azzal az erővel, és a legitimáció az ugye nem csak szavazatszámot jelent, hanem erőforrásokat jelent, azokkal az erőforrásokkal, ami a Fidesznek megvan, bármikor keresztül tudja húzni a jognak a hatalmát. Viszont, hogyha a legitimációnak van az uralma, akkor az a kérdés, hogy mi a politikai küzdelemnek a terepe. És szerintem a politikai küzdelemnek az egyik fontos terepe az egyiket az erőforrások kérdése. És pont ezért egyébként nincsen, és bármilyen diktatúráról szóló szakirodalmat nézünk végig, az van benne, semmit ne engedj el, ami erőforrás. Mindent próbálj megszerezni, és egyébként úgy használni azt, hogy maga a hatalom, az ne tudjon folyamatosan levegni a kezeidet. Nem gondolom azt, hogy beülök a parlamentbe, és majd Polt Péter interpellálásával korrupciós ügyeket fogok megoldani. De például azt gondolom, hogy lehet odáig elvinni dolgokat, nem sokat, szerintem erre nem lesz 100 ilyen ügyünk, de még 10 se ebben a 4 évben, de ha van 1-2 olyan ügyünk, amit át tudunk erőszakolni azzal, hogy módszeresen visszük, nem engedjük el, nem minden nap másik sajtótájékoztatót tartunk, hanem megpróbáljuk az erőforrásainkat stratégikusan jó irányba rakni és építkezni, akkor szerintem egyébként lehet ügyeket átvinni, és igen, ezeket az ügyeket se parlamenti interpellációkkal vagy napirendelőtiekkel fogjuk megtenni. Viszont ehhez is egy eszköz a napirendelőti felszólás. Még egy dolgot hagyd mondjak el, és aztán aztán visszaadom a labdát, hogy nekem ez egy tényleg nem furcsa élmény volt, pont abból kiindulva, amit az előbb elmondtam, hogy annak idején még a kampányban a Komjáti Imrével elmentünk Makóra a Continental gyárhoz, és tartottunk ott egy sajtótájékoztatót, meg kicsit bömbíztünk a kerítés előtt. Az én alap stratégikus kiindulásomban nagyon ideges voltam ezen, nem beszéltünk ott senkivel, aki helyi, nem szerveztünk egy fórumot rá, nem gyűjtöttünk belőle erőforrásokat, nem használtuk további építkezésre. De mégis az volt, hogy amikor most a Szikra szervezett Szegeden egy beszélgetést a Continental szakszervezeti vezetőivel és dolgozóival, ők háromszor hozták vissza a beszélgetésben azt, hogy valaki figyelt rájuk. És szerintem ezt például nem használtuk elég jól, hogy a parlamenti felszólást arra használni, hogy figyelünk a ti problémáitokra, hogy próbáljuk képviselni azt, hogy fölvesszük a fonalat, és visszük a ti ügyeiteket előre. És nyilván ebből még nem fog megoldódni az ügy, nem lesz demokrácia, és nem lesz a rendszer leváltva, de pontosan kicsi, apró lépésekkel lehet előre menni, és felépíteni azt a képviseletet, ami egyszer majd eljutat minket odahova. És akkor csak még egy visszalabda, hogy nem azt kéne egyébként először eldönteni, és tudom, hogy ebben egyetettünk, ezért is teszem fel ezt a kérdést, hogy egyiket leváltható-e választáson ez a kormány, hogy ebben a rendszerben lehet a választáson nyerni? Igen. Ez egy ilyen expozé volt, akkor majd én is mondok, jó, de aztán majd megígérjük, hogy nem fogunk ilyen hosszan beszélni, mert itt nagyon sok felvetés volt, és hogy tudjunk erre reagálni. Tehát a lényeg az, hogy képviselő úr is véleménye szerint sem volt tisztességes ez a választás. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy elcsalt választás volt, de nem feltétlenül csak a csalásnak abban a valódi klasszikus értelmében, hanem nem hiszem, hogy egy tisztességes és valódi választás lenne, ahol 4 éven keresztül nem mehetnénk be a köztérbe
tévébe, vagy pedig a kormány tízszer annyi plakátot tesz ki, sőt a kormány fizeti, vagy nem tisztességes választás, ahol ugye egy koronavírus által, vagy céljából megadott e-mailre millió számra hazudnak rólunk, hogy mi háborúban, ez nem tisztességes, de akkor ennek örülök, hogy ebben egyetértünk. Abban nem értünk egyet, hogy a parlamentben az ellenzéknek nem az a feladata, hogy ellenőrizze, vagy nem az a egyik fő feladata, hogy ellenőrizze a hatalmat. A parlament az egy, hogy mondjam, nem egy ilyen, volt egy olyan műsor régen, Feri házhoz megy, vagy nem tudom, valami ilyesmi, tehát nem az a feladata egy parlamenti képviselőnek, hogy itt egyenként megoldjunk dolgokat. Ez egy fontos, és hogyha erre van kapacitás, ez egy nagyon fontos része lehet a képviselői munkának, de alapvetően egy törvényhozásnak vagyunk a részei, alapvetően egyébként elvileg a hatalom részei vagyunk, azzal, hogy a végrehajtó hatalmat ellenőrizzük, és ez jelen pillanatban én, ugye benn vagyok elég régóta, és lehet, hogy még kívülről ez nem látszik, de belülről úgy érzem, hogy egész egyszerűen nincsenek meg azok a lehetőségeink, amivel ellenőriznénk tudnánk a hatalmat. Az interpelláció egy vicc, soha nem kapunk választ. Ha írásban tesszük a kérdést, akkor sem. Régen legalább megtehettük azt, hogyha nem válaszoltak, akkor bementünk az intézménybe, odaültünk az irodája elé az államtitkárnak, és meginterjú voltak az államtitkárt. Ezt most már nem lehet megtenni, és ugye lenne egy erős parlamenti eszköz az a vizsgáló bizottság, ahol kötelező mindenkinek megjelenni és ott az igazat mondani, ezt pedig nem lehet összehívni kisebbségben, de talán a legfontosabb, ami a munkánkat gátolja, hogy hiába mondunk ott el bármit, az nem fog, abból annyi látszik, amennyi kimegy, eljut az emberekhez, és az a közmédia, aminek leginkább ez a feladata lenne, az pedig semmit nem fog az ott elmondottakból bemutatni. Tehát az alapállás, én azt gondolom, hogy két probléma van, az egyik nem valódi választás volt, a másik pedig, hogy a parlamentben az ellenzék nem tudja az ellenőrző feladatát, meg ebből az egyiket képviselő is elismerte, ez fontos. A kérdés, hogy akkor erre hogyan válaszolunk? Tehát, hogy mi lesz, mit tudunk azért tenni, hogy 2026-ban, meg 30-ba, meg 34-be ne ugyanilyen feltételekkel kelljen elindulni a választáson, és lehet, hogy majd megtaláljuk a jobb kommunikációs stratégiákat, és megtaláljuk, hogy miről kellett volna beszélni, de én azt állítom, hogy amíg ezek a körülmények megvannak, amit valaki úgy mond, hogy hát kiegyensúlyozatlan médiaviszonyok, én meg azt mondom, hogy gyakorlatilag elcsalt választás, és nem egy ilyen lejtős pálya van, hanem egy ilyen sziklán kéne nekünk felugni ugye a labdát, gyakorlatilag ilyen körülmények között hogyan tudunk nyerni. És én erre adtam konkrét válaszokat, vagy konkrét javaslatokat. Nagyon köszönöm, hogy itt legalább erről beszélhetünk. Tehát nekem ami a legdöbbenetesebb, hogy olvasom az ilyen megmondó riportokat, meg az ilyen elemző interjúkat, nagy interjúkat, és gyakorlatilag egyetlen egy szó nincs arról, hogy milyen körülmények között vesztettünk. Egy szó nincs arról, meg pláne nincs, hogy mit tudunk tenni, hogy a következő ne ilyen legyen. Én nagyon köszönöm, hogy itt megtehetjük, és képviselő úrnak is köszönöm, hogy itt lehetünk. Három mondatból elmondom a javaslataimat, visszatérve a nulladik kérdéshez, mert ugye azzal kezdte, hogy a mandátum felvétel, és ugye szoktam visszaolvasni a sajtó visszhangokat. Én azt mondtam, és ezt állítom is, hogy amikor egy elcsalt választás után vagyunk, akkor talán a legerkölcsösebb dolog az az lenne, ha nem vennénk fel a mandátumot. De én az elmúlt időszakban ezt soha nem javasoltam, ez úgy szokott kijönni, hogy én ezt javasoltam. Én azt mondtam, hogy ez lenne a legerkölcsösebb, de egyrészt ez nem lenne egy reális javaslat, az biztos, hogy ez nem menne át. Másrészt pedig szólnak érvek amellett valóban, hogy vegyük fel azt a bizonyos mandátumot. Ugye a képviselő úr erőforrás szokott beszélni, én mindig mondom, mondjuk pénzt, tehát hogy az erőforrás is szebben hangzik, de mondjuk elsősorban pénzt. Hát elsősorban itt ugye a pénzről van szó, lehetőségekről van szó, ez fontos, hogy kapunk benzinkártyát, el lehet menni helyszínekre, kapunk stábot, ugye pénzt kapunk stábra, tehát tudunk embereket fizetni, akik segítik a munkánkat, ezt használjuk ki, de ha ezt kihasználjuk, akkor viszont kutya kötelességünk, saját érdekünk, de még inkább az országnak az érdeke, hogy úgy vegyük fel azt a mandátumot, hogy a látszata se legyen meg annak, hogy dísz ellenzék vagyunk, hogy eljátszunk egy demokráciát. Folyamatosan emlékeztetni kell magunkat és az embereket is arra, hogy ez a választás nem volt tisztességes, és hogyha valamit nem csinálunk és nem vívjuk ki a tisztességesebb körülményeket, akkor a következő sem lesz az, és akármennyire is a legjobb kommunikációs stratégiát és politikai stratégiát megvívjuk, nincs kétségem afelé, hogy a képviselő nagyon sok jó dolgot csinál, és nagyon jól fogja csinálni a munkáját, de ilyen körülmények között megvan a
veszélye, ugyanannak, ugyanaz fog történni, mint eddig. És erre adtam a három javaslatot, és utána befejezem, én azt mondtam, hogy a nyitóülésen nem szabad részt venni, nem elsősorban arról van szó, most felesküszünk vagy sem, hanem nem szabad részt venni azon a gomnyomáson, ahol a parlament vita nélkül dönt a választási bizottság beszámolójáról, ahol ő be fog számolni, ugyan voltak kis anomáliák, de alapvetően nagyon szépen rendbe ment ez a választás. Ezt egész egyszerűen nem tehetjük meg ezt a szívességet a Fidesznek, hogy ezt mi ott végig asszisztáljuk, és az, hogy zavarja őket, az látszik ugye ezekből a zsarolásokból, ami most az elmúlt napokban jön, hogy akkor majd mi fog történni, hogyha nem megyünk be, esetleg majd erről érdemes beszélni. De ez önmagában kevés lenne, tehát az, hogyha csak a nyitóülésre nem mennénk be, kevés lenne. Én azt mondom, hogy ne vegyünk fel fizetős diszpozíciókat egy parlamenti alelnök, és elnézést, ugye tudom, képviselő úr is bejelentkezett jegyzői, de jegyzői pozíció sem jár túl sok munkával, pénzzel jár, de alapvetően bizottsági tagság, bizottsági elnöki dolgok, ezek nem járnak túl nagy munkával, de pénzzel járnak. De nem a pénz a legfontosabb, hanem nem szabad a látszatát felkelteni annak, hogy ez egy valódi parlament lenne, valóban ellenőrizné a hatalmat, valóban alkalmas lenne arra, hogy mi a választóink akaratát ott képviseljük. És utána jön, amikor ezek a kettőt megcsináltuk, akkor jön az, hogy én azt mondom, nem kell feltétlenül teljesen kivonulni, aki akar ott megjelenni, jelenjen meg ügyeletesként, egy vezérszónoklatot el lehet mondani, interpellálni szerintem tilos, mert az a látszatot kelti fenn, mint hogyha ellenőrizhetnénk a hatalmat, de hogyha valaki a Orbánt akarja azonnalizni, szerintem semmi értelme nincs, ma már ez abszolút nem egy izgalmas dolog, akkor azonnalizza meg. A lényeg, hogy ne legyünk ott, és mit mondok helyette, abban meg szerintem már nagyon egyetértünk, én meg azt mondom helyette, hogy egyrészt kommunikáljunk odakint, tehát kommunikáljunk a helyszínen, menjünk el oda, beszéljünk az emberekkel, és ott a helyszínen mondjuk el ugyanazokat az ügyeket, akár szervezetten csináljunk meg alternatív parlamenteket ezeket. Egyébként nem csak én javaslom, ez mindig felmerült évről évre, sok helyen, belső beszélgetéseken, kint is menjünk le arra az Ózdi kultúrra, vagy menjünk le Berettyóújfaluba, a kultúrházba, tartsunk ott, mutassuk meg, milyen lenne az igazi parlament, és közben pedig menjünk el minden faluba, a legutolsó faluba, csináljuk azt, mint amit a Fidesz csinált, és akkor tudja az Orbán utasítani tudta az összes képviselőjét, hogy minden faluból kér három hónap múlva két embert, ezt keressük meg. Nekem ez a javaslatom, és szerintem nagyon sok mindenben egyet fogunk érteni, de az előző hosszú expozéból is, meg gondolom az enyémből is lesznek olyan dolgok, amire rá kell kérdezni és át kell beszélni. Igen, egyébként szerintem pont most jön tehát a következő kérdésnek, amúgy is ezt gondoltam, hogy a május 2-án ugye lesz azért ebből a szempontból egy vízválasztó pont, amikor megtartja az alakuló ülését az országgyűlés, ahol ugye képviselő úr is utalt már rá, Kocsis Mátét adott egy ultimátumot, miszerint aki nem vesz azon részt, az nem vállalhat majd semmilyen tisztséget. Úgy tűnik egyébként, hogy tehát nem tudjuk még pontosan, hogy melyik parlamenti párt vagy frakció milyen eszközökben gondolkodik, de például azt láttuk már, hogy a Momentum adott egy 5 pontos szintén ultimátumot, mely feltételek, hogyha teljesülnek, akkor beülnek, ha pedig nem teljesülnek, akkor nem fognak beülni erre az alakuló ülésre. Én azt gondolom, hogy nem mondok túl nagyot azzal, hogyha azt feltételezem, hogy ebből az 5 ultimátum... Nem sok. Hát nem sok talán a nullához közelítő számú fog átmenni a Fidesz-KDNP kormányon. Tehát azért úgy tűnik, hogy a Momentum választott egy utat. De milyennek az egésznek a tétje? De beszéljünk egy kicsit arról, hogy ha valaki vállal egy tisztséget, akkor azzal milyen eszközökkel tud élni, vagy ha nem vállalja ezeket, azzal mit üzen a saját választóinak? Kezdhetem? Ugye itt ez, hogy ugye halljuk ezeket a zsarolásokat. Ugye tegnap a Hollik mondta, hogy aki nem megy szavazni, az majd nem kaphatja meg ezeket a fizetős pozíciókat. A Kocsis az még durvább volt ennél, arra nem figyeltünk föl, de az még durvább volt. A Kocsis azt mondta, hogy aki nem megy most el esküdni a nyitó ülésre, hát az majd kövér elvtársnak lesz a kezében, és akkor hát majd, ha kövér elvtárs úgy gondolja, akkor majd egy év múlva, majd amikor úgy gondolja, akkor tudunk fölesküdni. Ez egyébként nagyon, ha kicsit is bele
belegondolunk, egy nagyon durva dolog, hiszen ez azt jelenteni, hogy kövérertes dönti el, hogy mikor gyakorolhatja egy képviselő a jogait. Mi ugyanis képviselők vagyunk, tehát aki felvette a mandátumot, ő már képviselő, még mentelmi joga is van, belépő kártyát is elvileg kap majd, de nem az a lényeg, hogy belépő kártya, hanem az, hogy ezzel igazolni tudja, hogy már képviselő. De hogyha ezt komolyan gondolta, hogy a Kocsis Máté, hogy majd a kövérertes fogja megmondani, hogy mi mikor vehetjük fel a mandátumunkat, ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor mondjuk egy diktatúrában a belügyminiszter fogja azt mondani, hogy hát most nem kéne, hogy bemenjen a szavazásra ez a képviselő, vagy nem kéne, hogy elmenjen erre a vitára, mert nagyon kellemetlen lenne, hogyha ott valahol megszólalna, akkor vigyük egy kicsit be egy-két napra. Tehát ugye ő gyakorlatilag visszaveszi a jogokat. Alapvetően az a zsarolás, hogy majd ha valaki nem megy el a nyitó ülésre, akkor nem kap ilyen fizetett extra pozíciókat, én azt gondolom, az viszont nem túl erős. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a pozíciók, amiket ugye végignézünk, parlament alelnöke, ugye mit csinál? Fölmegy, néz szépen, megadja a szót, kocogtatja, hogyha túl nagy a hangzavar, a jegyző ebbe segít neki, tehát a jegyzőnek ugye az a feladata, ugye most nem hoztam be, de föl lehet olvasni, mi a feladata, őnek a parlament rendjét kell ellenőrizni, és jelezni kell a elnök úrnak, hogyha nincs rend a parlamentben, meg esetleg számolni kell, segíteni. Ezek olyan feladatok, amik látszólag ugye azt mutatják, hogy itt nagy demokrácia van és igazi parlament, miközben tudjuk, hogy nincsen parlament. Ugyanez a bizottságokkal is ugyanez van, tehát sajnos egy bizottsági tagság semmilyen extra jogot nem ad. A bizottságokban én voltam, tehát nem egyen, nem kettőn, gyakorlatilag még akkor is, hogyha ellenzéki elnök van, a bizottság akkor is úgy néz ki, hogy gyakorlatilag végig kell menni ugye a bizottságnak az a feladat, hogy kiválogassa, hogy melyik javaslat megy be a parlament elé, ezen végig mennek, a fideszesek megszavazzák az övékét, az ellenzék a sajátjáról beszél, de ugyanakkor már nem érdekel senkit, plusz információt nem kapunk ott. Bizottsági tagságnak esetleg még valami értelme csak-csak, de hogy azt vezetni, meg annak az alelnökének nincsen. A pénz az egy másik dolog, tehát pénzzel jár. Én meg azt mondom, hogy ezt a szövetséget meg kell kötni a választóinkkal, és azt kell mondani, hogy minket nem érdekelnek ezek a pozíciók, túl sokat nem nyerünk vele, de szeretnénk a választókkal egy szövetséget kötni, és azt kell mondani, hogy mi is vállalunk áldozatot. Nem a pénz a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy nem játsszuk el, hogy itt demokrácia van, de cserébe gyertek nekünk segíteni, hogy kivívhassuk azokat az új játékszabályokat, az igazi játékszabályokat, vívhassuk ki, hogy legyen a közmédiában egy konszenzusos vezető, vívhassuk ki, hogy a képviselőknek joga legyen bemenni és ellenőrizni az állami intézményeket, vívhassuk ki, hogy a Rogán ne költsön 50 milliárd forintot évente kormányplakátra, és a többi, és a többi. Hát nagyon sok mindent igen, már most gyorsítunk. Tehát alapvetően nekem az a problémám ezzel, hogy az 5 pontos követelés, meg ez az egész dolog, ez egy olyan szimbolikus küzdelem, amit nem lehet megnyerni. Nyilvánvalóan a Fidesz nem fogja ezt az 5 pontot teljesíteni. Nyilvánvalóan tök lényegtelen, tehát hogy nem javul meg a magyar demokrácia attól, hogy ez a dolog megtörténik. Azban, hogy az elmúlt 12 év sikertelenségéhez ezek a szimbolikus ügyek, egy szimbolikus harcok, amik megnyerhetetlenek, amikor valaki felrakja a zászlót, elkiáltja magát, hogy előre, és gyertek utánam, de nincsen stratégia, nincsen aláduccolva erőforrással, nincsen aláduccolva akarattal, hogy rá legyen kényszerítve a Fidesz arra, hogy megváltoztassa az akaratát. Ezek annyi aktivistát égettek el az elmúlt 12 évben, és annyi erőforrást égettek el, hogy én nem tudom megszámolni. Én tényleg az elmúlt 12 évben nem voltam parlamenti képviselő, ellenben újságíróként, aktivistaként gyakorlatilag minden ilyen tüntetéssorozatot, mozgalomcsirát végigkövettem. Azt mondod, Ákos, hogy ki kell harcolni azt, hogy tisztességes választási törvények legyenek. Erre volt egy közös ország mozgalom nevű kezdeményezés, ami fél éven keresztül elképesztő erőforrásokkal tolta azt, hogy ez megtörténjen, és a végén kiderült, hogy egyébként nincsen ebben a formában erre társadalmi igény. Azért nincsen, mert iszonyatosan messze van attól, ami egyébként
a problémája, a mindennapi valóságban a problémája az embereknek. Tehát ezekben a szimbolikus ügyekben menni anélkül, mert én nem azt akarom mondani, hogy nem fontos a demokrácia, nem azt akarom mondani, hogy nem fontos az, hogy tisztességes választás legyen, hogy normális média viszonyok legyenek, én azt akarom mondani, hogy ezt nem lehet csak és kizárólag szimbolikus ügyekként kezelni, és össze kell kötni a valami olyan fajta politizálással, amiben érdekelté tesszük ebben az embereket. És nem tudom, hogy próbáljam meg még elmondani, de hogy ebből a szempontból például engem ez a vita igazából nem érdekel. Már annyiszor nyilatkozok róla, ahhoz képest, hogy nem érdekel, hogy kezdem furcsák és tetteni, de azt gondoltam, hogy most elmondom tényleg ezt a mondatot. Hát nyilván vannak ilyen mindenféle nyomások, hogy ebben mondani kell valamit. Igazából az van, hogy megint arról beszélünk, hogy mi mit csinálunk, hogy hogyan osztozkodunk, hogyan nem osztozkodunk, hogyan folytatunk valamiféle szimbolikus politizálást, és arról nem beszélünk, és az előző blogban tényleg nem sokszor elmondtad, nem, én igenis azt gondolom, és ebben nagyon nagy különbség van kettőnk között, hogy szerintem a hatalom ellenőrzés az nem a képviselő feladata, a képviselő feladata az a különböző politikai kívánalmaknak, választók ügyeinek, értékeknek a képviselete, és ennek egy eszköze az, hogy a hatalmat ellenőrizzük. Köszönöm az őszintességet. Sok mindent fölírtam némely dolognál, nagyon megdöbbentem is. Egyrészt ugye fontos ez, mert legalább beszélünk róla, és kimondjuk. Az a baj, hogy nagyon sok kollega egyszerűen nem is hajlandó ezekről beszélni, pedig alapvető kérdések. Az, hogy el lehet-e érni tisztességesebb körülményeket, tisztességesebb játékszabályokat, el lehet-e érni, mit tudom én, azt, hogy a nyugaton, mert utalt erre a korábbi mozgalomra, vagy erre a korábbi témára, a választási törvényről ugye volt ez a közös ország mozgalom, hogy a Nyugat-Európában dolgozók is szavazhassanak levélben, vagy legyen nekik könnyebb szavazniuk, és sorolhatnánk, hogy el lehet-e érni ilyen, meg lehet-e nyerni, ugye úgy fogalmazott a képviselő, hogy ezeket a meccseket nem lehet megnyerni. Hát az a baj, hogyha ennek így indulunk neki, és pláne, hogyha ki is mondjuk, hogy ezeket nem lehet megnyerni, ott van, akkor tényleg nem lehet megnyerni. Egyrészt menjünk haza. Egy gyors, én azt mondtam, hogy ezeket, hogyha szimbolikus ügyként kezeljük, és nem kötjük össze az emberek mindennapi tapasztalatából, élethelyzetéből érkező dolgokat, akkor nem lehet megnyerni. Ezért is mondtam, hogy ezek fontos kérdések. Az, hogy a közmédiában legyen egy konszenzusos vezető, vagy az, hogy a Rogán 50 milliárdért kampányolhat, vagy az, hogy a Rogán a oltási regisztrációs e-mailekre küldheti milliószámra naponta a mocskos hazugságait, ez egy szimbolikus ügy, azt nem nagyon lehet összekötni mással, de egész egyszerűen nem lehet megspórolni, hogy ezeket a játékszabályokat megnyerjük, viszont ha mi az legelején azt mondjuk, vagy most azt mondjuk, hát ezzel úgyse tudunk mit csinálni, onnantól kezdve valóban meghalt az ügy. Tehát ebben nagyon fontos vitatkoznunk, hogy azt kell kimondanunk, hogy igen, meg lehet változtatni. Éppen azon ment el 12 évig az ügy, hogy azt mondtuk, hogy nem lehet. Azt mondtuk, hogy picsogunk egy kicsit, mert hát itt nem volt tisztességes, itt elcsaltak. Bocsánat, hagyd mondjam végig. Én elég sokszor a képviselő kollégák nagyon kevésszer. A képviselő kollégák egyszer jött is az, hogy ez a hatházinak a nünükéje, én pedig azt mondom, hogy lehetett azon gondolkodni, hogy meg lehet-e nyerni ilyen körülmények között a választást. Én azt mondtam, hogy valószínűleg nem. Ez sajnos mindig majd 4 év múlva derül ki, hogy meg lehet-e ilyen körülmények. Remélem, hogy nem. De mi azt mondjuk, hogy nem tudunk elérni változást a játékszabályokba, sajnos az egy önbeteljesítő jóslat lesz. Ez nagyon fontos. Szimbolikus ügyek valóban, de ezek nem azért beszélünk, mert szép dolog a demokrácia, hanem egy gyakorlati ügy azért, hogy utána, amikor arról beszélünk, hogy mit csinálnánk ezzel az országgal, és úgymond az embereket érdeklő problémákról szeretnénk beszélni, azt el kell juttatni az emberekhez. Hányszor hallom én is, miért nem beszélnek erről, meg erről, meg erről. Én meg visszaszoktam, ha időm van éppen, akkor kiszoktam keresni. Itt volt egy parlamenti interpelláció, ott volt egy parlamenti beszéd, ott volt nem tudom, egy sajtóközlemény, beszéltek róla, csak nem jutott el az emberekhez, mert egész egyszerűen olyan gépezetet épített ki a kormány, hogy gyakorlatilag el tud hallgatni emberektől dolgokat, illetve el tudja terelni a figyelmet. Igaza van, képviselő úrnak teljesen igaza van, hogy az ellenzék ide-oda kapkodott, reagált egy csomó szemétségre, ilyen volt a Fudan ügy is, mint ahogy a képviselő úr foglalkozott a
visszafutatunk, ugye SFE sorba ezekkel reagáltunk. Mit tehettünk volna? Mondhattuk volna, hogy jó, akkor ezzel nem foglalkozunk. Szerintem ez nem ez a legfontosabb kérdés. Amit tehettünk volna helyette, hogy az alap problémáról, tehát a legfontosabb problémáról, ami miatt ezekkel minden ilyen csatát el fogunk veszíteni, az összeset, mindegyiket el fogunk veszíteni, addig, amíg a köztévében és a propaganda gépezetben sokkal-sokkal több helyre, emberhez tud eljutni a mondani való. Ez a kérdés. Lehet beszélni, és jogos, legitim kérdés, legitim vita, hogy mit kéne máshogy kommunikálni, de amíg ennyivel több emberhez jut el a kormány mondani valója, ő el tudja juttatni mindenkihez, mi meg csak azokhoz, akik itt ebben a szében esik most kint a délután, de akik egy ilyen műsorra beülnek, és azokhoz ugye el tudunk jutni, mert van még tiszta sajtó, de az a tiszta sajtó eljut másfél-két millió emberhez. A többi, a kormány mondani valója, az viszont eljut azokhoz is, akiket csak akkor érnek el a politikai hírek, hogyha az arcába, majdnem csúnyadó arcába ordítják a plakátokról, a hirdetésekről, és ennek ugye én azt mondom, hogy nem, nincs abban ellentmondás, hogy az, amit ön akar csinálni, és fog csinálni, és biztos vagyok benne, hogy jól fogja csinálni, az egy fontos dolog, fontos a hálózatépítés, fontos, hogy beszéljünk úgymond az emberek problémájáról. De amíg, sajnos be kell látni, hogy amíg ezt a kis forradalmunkat nem vívjuk meg, és majd ugye most megint visszajön a propagandától, a hatházi forradalmat akar, én azt mondom, hogy csináljunk nagyon komoly nyomásgyakorlást a kormányra azért, hogy a következő választások már ne így legyenek. Ezt mi képviselők nem fogjuk tudni, valóban, ebbe igaza van, mi nem tudjuk elérni. Ezt akkor tudjuk elérni, hogyha az a 100-200 ezer ember az segít nekünk igazi nyomás gyakorlásban, nem kell külön dolgot feltalálni, tüntetés, polgári engedetlenség, sztrájk, aláírások, minden ilyen, ugye mosolyog a képviselő úr, minden ilyen, az volt a baj, önök gyűjtöttek aláírást a Fudánra, ön mondta talán 18 ezret. Akkor, ha nem gondoljuk komolyan, akkor annak nem lesz haszna. Egy tüntetésnek, hogyha azt mondjuk, hogy úgy sincs haszna, akkor tényleg nem lesz haszna. Egy 100 000-es tüntetésnek, ha az nem elég, akkor még egynek lesz haszna, egy sztrájknak lesz haszna, de ez csak akkor következik be, hogyha azt látják rajtunk, hogy mi nem mondunk ilyet, hogy hát úgyse tudjuk megváltoztatni a játékszabályokat. Hát egyrészt ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy miért gondolja azt, hogy a parlamenti játékszabályokat nem lehet megváltoztatni, azt dobjuk ki. De mondjuk a közmédia játékszabályait, amit ugyanaz a hatalom kontrollál, azt meg lehet változtatni. Én nem mondtam. Én azt mondtam, mind a kettőt. Tehát a parlamenti játékszabályok, ugye a Momentum követelésre én is azt mondtam, hogy kössük ilyen feltételekhez. Én kettőről beszéltem. Az egyik a közmédiáról, a közmédiában legyen konszenzus vezető, és a parlamenti játékszabályokról is legyenek meg a jogköreink, hogy léphessünk be továbbra is, vagy újra a intézményekbe. Legyen az, hogy a parlamenti vizsgáló bizottság kisebbségből is össze lehessen hívni. Tehát ezek mind a kettőt hát meg igen, kell csak hogy most azt mondod, hogy ne vegyünk részt a parlamenti munkában, mert egyrészt egyetértek, de közben egy másik olyan intézményt, amiben a Fidesznek teljesen teljhatalma van, a teljes módon kontrollálja, nincsen semmilyen belépési pontunk arra, hogy ezt hozzányúljunk, arra viszont rá kell menni, és minden erőnkkel azzal kell menni. Tehát, hogy én azért itt érzek egy némi ellentmondást. A másik meg azt mondod, hogy 100 000 embernek kell kimenni az utcára. Az az nem történik meg, így nem leesnek az égből 100 000 tüntető, hanem egyrészt ez ügytől függ, tehát hogy látjuk, hogy milyen ügyeken volt kint 100 000 ember. Igen, ezek az ügyek nagyrészt olyan ügyek, amik az emberek mindennapi megélhetésével kapcsolatos ügyekben voltak kint, netadó, oktatási ügyek, stb. Az SZF-t és a diákvárost összekeverni a szimbolikus ügyekkel, nyilván sokfajta dolgot nevezhetünk szimbolikus ügynek, de hát a diákvárosban pont azért működött egyébként például az én kampányomban ez a dolog, mert a legutolsó, legszegényebb családban is lehet, magukra tudtak ismerni az emberek. Egyébként egy olyan ügyben, amit az ellenzék nagy része kínai egyetemként magyarázott el, mi meg azt magyaráztuk el, hogy igen, maga is bérlakást akar, itt van egy projekt, amiben bérlakás épült van, és ezt kaszált el a kormány. És így egyébként el lehetett magyarázni azt, hogy kapcsolódik az ő életéhez. És lehet, hogy inkább ezt kéne megtalálni, azt a politikát kéne felépíteni, amiben egyébként ezeket a kapcsolódási pontokat meg tudjuk találni. Mert lehet azért a 100-200 000 emberre építeni, amit szoktál mondani, hogy majd ők kimennek az utcára és tüntetnek, csak hogy a 100-200 000 ember, és nagyon sokszor volt már kint 100-200 000 ember. Hátszor? Soha. Hát
A békemeneten esetleg. Dehogy is, hát például az előző választások utáni tüntetéseken, a netadós tüntetésen, Milles tüntetés is volt olyan, ahol voltak szervezően. Sorolja még képviselő. De hogy oké, tehát egyébként a mondatnak ugye az lett volna a vége, hogy lehet, hogy 100 000 embert kivinni, de azzal nem lesz meg az a politikai akarat megképezve, amivel egyébként akár a közmédiát meg lehetne, változtatását meg lehetne oldani. Ahhoz viszont, hogy még több embert kivigyünk az utcára, ahhoz egyszerűen nem elegendőek azok az ügyek, amik rólunk szólnak, ami képviselői munkánkról szólnak, ami láthatóságunkra, és most persze, hogy hülyemzik, meg lehet ezt így átforgatni, hogy engem nem érdekel a demokrácia, meg nem érdekel a média helyzete, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy az az ellenzéknek a feladata, hogy az értékeinkben és az ügyeinkben többséget szerezzünk, és megnyerjük az ügyeket. Mert különben minden más az egyébként tök vakarászás, és tök mindegy, hogy a parlamenten belül csináljuk, vagy a parlamenten kívül csináljuk. Itt ugye egyrészt, amiket mond, annak egy részével bőven egyet lehet érteni. Ugye képviselő úr megint ugye kommunikációs stratégiákról beszél, hogy hogyan lehetne jobban kommunikálni, más irányokkal politizálni. Én továbbra is azt mondom, hogy amíg nincsenek meg azok a csatornák, hogy elmondja, tehát amíg ön elmondhatja itt, elmondhatja a Telexben, néhány más komoly és jó minőségű online csatornán, esetleg az RTL híradóba, eddig ön el fog érni 700 000, 1 millió, 1,5 millió ember, 2 esetleg, a másik 8 nem fogja. Tehát azt mondom, hogy amíg viszont a Rogán pedig csettint egyet, és kiküld 6 millió e-mailt, vagy 8 egy hazugsággal, vagy amíg csettint egyet, és az egész ország tele lesz azokkal a plakátokkal és mondani valókkal, amit a Rogán mond, addig ezeket mindig el fogjuk veszíteni. Ön azt mondja, hogy hát nincs az embereknek erre igénye, nem akarnak ezzel foglalkozni. Hányszor hallottam sajnos, amikor most így belül beszélek képviselő kollégákkal, minek erről beszélni, ez nem érdekli az embereket. Ugye amikor kicsit lenézően szokták, hát ez Mari nénit nem érdekli ez a probléma. Én azt mondom, erre 2 dolgot szoktam mondani. Az egyik az, hogy amiről most beszélünk, ez valóban nem 1 800 000 vagy 900 000-nek, akik ránk szavaztak, abból valószínűleg valóban a nagy részét nem érdekli, vagy nem érti meg, hogy miről beszélünk. Elképzelhető. Ezt sokan mondták, én szerintem sokkal többen értik meg, hogy miről beszélünk. Viszont ha az tényleg úgy lenne, hogy nem érdekli őket, akkor én meg azt mondom, hogy föl kell erre kelteni az igényt. Tehát úgy látom, hogy sajnos ellenzéki kollégákat sem érdekel sokszor ez a probléma, ez a legnagyobb baj. Én is azt próbálom most, hogy föl kell tenni rá az igényt, hogy ha 4 évvel is ugye én is hasonlókat kiabáltam, és ugye hát akkor elég sokan ki is nevettek ezért, amikor azt mondtam, hogy dilema az, hogy ilyen körülmények között lehet-e még nyerni, és mindent tegyünk meg azért, hogy a következő ne ilyen legyen. Most egy picit többen komolyan veszik, és nagyon örülök neki, hogy eddig egy párt volt, amelyik azt mondta, hogy ő mindenképpen elmegy, és hogy vigyázba fog állni, ez ugye az LMP volt, de többiek azért hezitálnak, gondolkodnak ezen, ez már egy előrehaladás, nagyon nagy előrehaladás. Nagyon köszönöm a szövetségesemnek, a Momentummal jó szövetségben vagyunk, ők megértették ezt a dolgot. Ezek nagyon fontos dolgok. Fel kell kelteni az igényt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy erre nincs igény. Ha nincs, de akkor fel kell, bocsánat, föl kell kelteni. Én nem mondom azt, amit elítesz, és most már sokatszor állítasz olyat rólam, amit nem mondok. Tehát, hogy pontosan tudod, ugye a TASZ-nál beszélgettünk egy hete. Ott pontosan erre a kérdésre én ugye azt válaszoltam, hogy nem az a probléma, hogy nem érdekli az embereket, a korrupció ugye például, hanem az most a probléma... Most én másról beszélek, hogy folytassam, egy pillanat jó, is visszatom, mert másról beszélek, mert ugye ez pedig mindig jön, hogy lehet-e 100 000 embert, meg hogy az nem terem, ebben igaz van képviselő úrnak, hogy nem lesz 100 000 ember magától. Megint csak azt mondom, ekkor beszélni kell, el kell nekik magyarázni, hogy amíg nem vagytok, vagy nem jöttök el, és nem segítetek abban, hogy kivívjuk azt, hogy legyen egy rendes közmédia, és a Kossuth Rádióban ne ott lent, mert én elnézést, azt szokták mondani, lent, én vidéki vagyok, tehát én könnyebben használom a lent, mi vidéken azt mondjuk, hogy följövünk Pestre, tehát amíg egy kitérő volt, amíg nem értik meg az emberek, és nem érti meg 100-200 000 ember, hogy neki kell, csak ő tudja kivívni a tisztességes választásokat, és a tisztességes szabályokat, addig nem lesz 100 000, ez igaz, tehát fel kell kelteni ezt
ezt az igényt. Kell hozzá hitelesség, tehát kell hozzá azt, hogy mi, és erről szól ugye például a nyitóülés, hogy ez tényleg úgy nézzen ki, hogy mi nem vagyunk hajlandóak tovább asszisztálni ilyen körülmények között a parlamenti munka látszatának a fenntartásához, és nem vagyunk asszisztálni továbbá még egy választás látszatának a fenntartásához, és valóban szükség van a szervezésre, tehát ez nagyon fontos. Nem volt olyan sok százezres tüntetés, de például most ugye 15-én, amikor az ellenzék valóban összeszedte magát, és valóban költötte arra azokat a bizonyos erőforrásokat, ugye ezt még egyszer mondom, pénznek érdemes mondani, hogy akkor legyen külön vonat, vegyünk ki buszokat, szervezzük magunkat, fontos, hogy ott legyünk sokan, akkor ott voltak 50-60 ezer ember. Akkor, hogyha megértetjük és elmondjuk, hogy ezek mennyire fontosak, és majd utána lehet beszélni, akkor lehet eredményt elérni, sőt, lehet felülön párhuzamosan, sőt, igaza van a képviselőnek, hogy beszéljünk fontos, úgymond mindennapokat érintő dologról is. De én, az én állításom azt, hogy ezt nem feltétlenül abban az aranyozott, hűtött-fűtött, tényleg nagyon kellemes, gyönyörű parlamentben tudjuk leginkább hasznosan megtenni, hanem fel tudjuk, én egyszer szólaltam fel az egész parlamentben 4 év alatt, ahhoz képest Zuglóban ugye a listás helyekre rávertem 2,5%-ot, az előző eredményre nem tudom hány százalékot, tehát ezt értették az emberek, ez a fontos. Hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugye nem jutunk el az emberekhez, de közben vonuljunk ki a parlamentből, ezzel adjunk egy olyan szimbolikus nyomatékot, amivel aztán ráébresztjük az embereket valamire, akikhez nem jutunk el. Tehát, hogy itt én érzek egy logikai bukfencet alapvetően. De visszatérve a másik kérdéshez, tehát csak ez tényleg legyen tiszta. Én nem azt mondom, hogy az emberek buták, vagy hogy nem érdekli őket a dolog. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon kevés ideje van egy embernek arra, hogy politikával foglalkozzon, és nagyon-nagyon kevés ideje van arra, hogy megragadjanak ezek a képzetek benne. És igen, a korrupcióra az a legjobb példa, amit a mi hazánk csinál. Az, ahogy egyébként a Völner ügyet végigvitte az elmúlt másfél évben. Mi is foglalkoztunk a Völner ügyel, volt ilyen vizsgálóbizottság, volt a fővárosban, voltak nagyon jó sajtótájékoztatók, talán tüntetés ebben a szezonban nem volt. A mi hazánk pedig elkezdte ezt az egészet a kilakoltatásra felhúzni, amihez egyébként nagyon keményen van köze annak a végrehajtói mafiának, amit a Völner ügyben lebukott. Írtunk egyébként mi nagyon jó Facebook posztokat, a mi hazánk pedig elbábozta azt, hogy hogyan kergetik egyébként a Sádő Györgyöt az utcán gyakorlatilag, és egy olyan sorozatot építettek belőle, ami egyébként komolyan hatott arra, hogy a mi hazánkat komolyan vegyék, és hogy egyébként bekerüljenek a parlamentbe. Például a korrupcióval nem az a baj, hogy az emberek nem értik, hanem az a baj, hogy úgy tálaljuk, ami érdektelenné válik. A 21. században ez egy nagyon bullshit marketing lesz, de hát a figyelem a legfontosabb dolog. Hogyha a 164. korrupciós posztot rakjuk ki, akkor ez bizony érdektelen lesz, akkor, hogyha egyébként ez nincsen jól eladva. A másik, a 100 000 embert kivinni az utcára, és az egész ilyen kommunikációs helyzet, hogy ez nem elérés kérdése csupán. Tehát, hogy ebben a kampányban nem azért buktunk nagyon nagyot, mert nem értük el az embereket. Tehát látjuk a számokat egyébként, hogy biztos, hogy elértünk mindenkit. Nyilván a Fidesz egyébként 10-szer annyiszor érte. Ebben a kampányban nem csak ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mi az az üzenet, amivel elérjük őket egyrészt. Volt-e olyan üzenetünk, amivel el tudtuk őket érni, és az ellensúlyt tudott tartani például a Fidesz háborús üzenetének, és ez egyébként nem kommunikációs kérdés, hanem szintiszta politikai kérdés. Hogy mi az a politika, amit képviselünk mi ebben a hat pártban, és ez a politika hogyan lesz kormányzóképes, hogyan tudja az emberek számára azt nyújtani, hogy igen, ezekre az emberekre szavazok, mert ezek megoldják azokat a gondokat, amik az én életemben a gondok. A harmadik rész pedig a közösségek, és ebben egyiket egyet fogunk érteni. De ennek nem csak az a lényege, hogy legyen két emberünk helyben, hogy elmenjen a szavazatot számolni, hanem az a lényege, hogy a kommunikáció az nem egy ilyen lövedékelmélet útján ment, ez egy 1910-es elmélet körülbelül, hogy valakit által a propaganda aztán elhiszi, hanem társadalmi érintkezéseken keresztül. Emlékszünk 2018-ban az utolsó nagy Simicska atombombára, hogy a Sopronban hogyan listázta a Fidesz az embereket. Hogy a pap az mondjuk nem szereti a feministákat, hogy a pék az NATO ellenes. Akkor lehetett ott látni a sorban, mert hogy ők pontosan tudják ott helyben, hogy egyébként hogy kell ezeket a vitákat megnyerni, hogy kell ezeket az üzeneteket átadni. És ez ezerszer fontosabb szerintem, hogy legyenek olyan közösségeink, akik megnyerik ezeket a vitákat, átadják ezeket az üzeneteket, akár
falun, akár kisvárosban, akár nagyvárosban, mint az egyébként, hogy mi történik a közmédiában. Már csak azért is, mert amikor azt mondják az emberek, hogy láttam a tévében, akkor nem a közmédiát, köztévét mondják, hanem a TV2-t mondják, a Facebookot mondják, a Józsit mondják, aki látta a tévében, és aztán elmesélte nekem, és egyébként a Kossuth Rádiót még valamennyire mondják. Látjuk azt egyébként a különböző kutatásokban, hogy nincs olyan, hogy a Fidesz szavazók egy sötét lyukba vannak elzárva, hanem az van, hogy a Fidesz szavazók ugyanúgy fogyasztanak Telexet, ugyanúgy olvasnak nagy részük HVG-t, ugyanúgy néznek RTL Klub híradót, vagy egyéb más médiacsatornákat, vegyesen megy, csak az baj, hogy mi nem fogjuk megnyerni náluk ezeket a meccseket, mert nincs üzenetünk, és nincsenek közösségeink. Nincs politikánk. Az annyi mindenre kéne. Igen, gondolom. Ha egy pár dologra fontos, utána ígérjük meg, hogy visszaadjuk a szót. Jó. Igen. Természetesen fontos a közmédián kívül a többi is. Tehát én propaganda gépezetről beszélek mindig, ezért mondok nagyon konkrét követelést. Mindig nagyon fontos, hogyha valamit el akarunk érni, akkor konkrét követelés legyen. Ezért van az, hogy a közmédiában igenis, hogy konszenzusos elnökkel, tehát egy olyan vezető kell, akit el tud mindenki fogadni. A közmédiának megvan a jelentőség, és nem csak a Kossuth Rádión, hanem azért, mert akik még politikát néznek, különösen vidéken, azok azt nézik. De valóban egyetértünk, hogy nem csak ez a fontos, ezért szoktam a másik javaslatot, vagy követelést, amit szerintem ki kéne vívni, hogy a kormány hirdetéseket, tehát a kormány propagandát kell betiltani, azt az 50 milliárd forintot, amit évente erre költenek, erre lehet törvényt hozni, és ezt kell követelni. Volt egy nagyon fontos dolog, azt mondta, hogy egy logikai bukfencem van, mert hogy én szeretnék embereket meggyőzni dolgokról, de hát ki akarok menni a parlamentbe, kvázi lemondok egy kommunikációs csatornáról. Nekem, akkor én ezt így értelmeztem, akkor viszont az nagyon fontos, hogy a parlament ma már nem egy igazi kommunikációs csatorna, semmivel nem ad többet azzal, hogyha én ott bármit elmondok, mint hogyha én odakint mondom el ugyanezt. Ez fontos tudni. Tehát aki amellett érve... Pontosan, hogy a parlamenti kivonulással azokat az embereket akarod elérni, akiket előtte mondtad, hogy nem tudsz elérni, mert nincsen eszközöd hozzá, mert csak a 100-200 az embert... Nem, ez tévedés, nem. A parlamenti kivonulással azt akarom, azokat az embereket, akiket el tudok érni, a politika fogyasztó embereket, akiket érdekel, hogy most mit lehetne csinálni, azoknak mutatom meg, hogy nem fogok részt venni ebben a játékban, azoknak mutatom meg, hogy ez már csak egy játék, és azokat szólítom, hogy gyertek, segítsetek azért, hogy egyrészt a parlamentben tisztességes feltételek legyenek, másrészt a médiában tisztességes feltételek legyenek, és győzzük le a parlamentet. Ez egy nagyon fontos különbség. A parlament ma már nem kommunikációs csatorna. Az, hogy ott mit mondunk, senkit nem érdekel. Hagyj szaladjak végig, mert nagyon fontos dolgokat. Csak még egyetlen egy gondolat, hogy de hát azt mondtad az előbb, hogy ezek az embernek a mennyisége, ez nem elegendő ahhoz, hogy többséget... A 100-200 ezer emberünk van, ennyi a realitás, a 100-200 ezer ember van, aki hajlandó tevőlegesen cselekedve tenni a játékszabályok megváltoztatásáért, és utána az ő segítségével megváltoztattuk a játékszabályokat, akkor tudjuk majd választáson a jó kommunikációs stratégiával és nem nagy hibákat elkövetve, akkor lehet ezt a Fideszt legyőzni. Itt volt néhány dolog, miből jött ki ez a 100 ezer ember? Én nagyon sok mindenből látom ezt, önmagában abból, hogyha megnézzük az ATV-nek a nézettségét, tehát az, hogy de ki nem az... Nem az, aki... elegendő ahhoz, hogy változás legyen. Hát ezt azért elég sok, lehet, hogy 200 ezer, nem tudom, 150-200 ezer, hányszor kell elmenni, lehet, hogy kétszer kell elmenni, de ezt elég, ugye én nem vagyok annyira képzett politikus, mint a képviselő úr, de azért olvas az ember ilyen véleményeket, hogy körülbelül az embereknek az 1-2%-a, hogyha az aktív, az meg tud változtatni dolgokat. A nyomásgyakorlás az, hogy mekkora, mennyi ember kell hozzá, azt nem tudom. A nyomásgyakorlás mindig attól függ, hogy hol tartunk azon a bizonyos úton, ami a demokráciával, a diktatúrába vezet, hogy mekkora minden hatalomra lehet nyomást gyakorolni eredményesen. Nincs olyan hatalom, amit ne lehetne kényszeríteni valamire. Attól függ, hogy mekkora a diktatúra, vagy mekkora a távolság már a demokráciától, attól függ, hogy mennyi ember kell. Én nem mondom, hogy 100 ezer, lehet, hogy
150 ezerkel, nem mondom, hogy egyszer elmegy, az megoldja, lehet, hogy kétszer kell, de megoldhatja. Még néhány dolog, és aztán utána tényleg visszaadom a szót, mert ez nagyon fontos, ugye ez meg engem érint, korrupcióról kell beszélni. Teljesen egyetértek abban, hogy a Völner ügyet az teljesen elszúrta a ellenzék. Én folyamatosan próbáltam ezt olyan irányba terelni, hogy a végrehajtói karról és a végrehajtó visszaélésekről kell beszélni. A ellenzék ezt nem csinálta. Ebben például egyetértünk, megint csak egy kommunikációs kérdés. Sajnos, amíg nincsenek egyenlő feltételek a kommunikációban, itt tizedrendű, de kommunikációs kérdés. Nem értek egyet, hogy nem érdekli az embereket. Igenis, hogy értik. Felmérések is mutatják, közvéleménykutatások is mutatják, oda tették egymás mellé. A migrációs kampány kellős közepén csináltak komoly felmérést, hogy melyiktől fél jobban, a migrációtól vagy a korrupciótól. A korrupciót nevezték meg. Volt, amikor azt egy picit többet, volt, amikor picit a migráció, de ahhoz képest ez nagyon fontos. Azzal sem, az egyetértek, hogy néha már unalmasnak tűnik, különösen azok, akik nézik ezeket a műsorokat. Én azt szoktam mondani, hogy legyen egy anti-göbbelszi propaganda, ugye azt mondják, hogy érvelek a hányingerig, hát lehet, hogy a végén már unalmas, de érveljen az ember. A lényeg az viszont, és ez a legfontosabb, hogy azért nincs úgymond politikai következménye ezeknek a dolgoknak, mert ezek a dolgok, aki ezt a műsort nézi, alig tudja elképzelni, amiket mi elmondunk, azoknak egy nagyon nagy része, a emberek legnagyobb részéhez nem jut el. 60 pusztáról meg lehet mérni, meg lehetne mérni, hogy hány ember hallott. Egy másik konkrétum volt az előző választásnál, a Tiborcz ügy, az Elios ügy, azt nagyon korrektül földolgozta az ellenzék és a sajtó is, heteken keresztül az Elios ügy, az Olaf jelentés után az téma volt. Utána nem sokkal néhány lelkes újságíró pénzt adott arra, saját pénzt adott arra, hogy felmérjék, hogy ebből mennyi ember hallott egyáltalán, hogy volt ilyen ügy, hogy Elios ügy. Ez azt hiszem, hogy 53% volt, és az még egyáltalán nem biztos, hogy az tudta is ennek a részleteit. Tehát amikor azt mondjuk, a korrupció nem érdekli az embereket, nekem teljesen más a véleményem, viszont az a tény, hogy ha el is jut, és ezt kell jól érteni, hogy ha el is jut, akkor ugye azokhoz az emberekhez jut, akik tudatos hírfogyasztók, akik keresik az igazságot, azokhoz az emberekhez, akik nem ilyenek, azokhoz csak a kormány üzenete az, amit bele mondanak az arcába. És a végül, abban pedig abszolút egyetértünk, hogy ne csak ugye veszekedjünk, abban teljesen egyetértünk, hogy a helyi közösségek tudják elvinni az üzeneteinket. Épp ezért mondom én egy nagyon konkrét javaslatként, hogy ha már összefogás, nagyon jó, hogyha együttműködnek a pártok, akkor működjenek abban, hogy konkrétan osszák fel egymás között a választókerületeket. Jelképesen pont 53 képviselőnk van, 106 egyéni körzet, és fél év múlva jussunk el odáig, hogy minden faluban járt egy képviselő személyesen, de nem úgy, hogy lement és ugye fotózkodott egy szelfit kitette ezeket a pultjaikat, és akkor lefotózta, hogy akkor én ott voltam, hanem oda menjen, szórólapozza be azt a falut előtte, utána menjen le oda, és tartson egy igazi fórumot, keresse meg azokat, akik hajlandóak beszélni, mert ebben teljesen egyetértünk, hogy ha már, amíg nincs médiánk, és amíg ezt nem tudjuk, de hogyha van, akkor is azok a helyben tudják elmondani egymásnak az üzeneteinket. Most ennek adom a szót. Igen, de jó is, hogy pont erre kanyarodtunk, mert pont ezt a gyakorlati részét, erre lennék én nagyon kíváncsi. Tehát ugye a terepmunkának, nevezzük mondjuk így, a fontosságára mindketten azért felhívták a figyelmet, de egyrészt ugye van ez a kérdés, hogy egy egyéni képviselő, aki mondjuk, nem tudom, akár Ferencváros, Józsefvárosban, akár Zuglóban szerzett mandátumot, ezekkel a helyi ügyekkel akar foglalkozni, vagy az országos politikával, tehát hogy itt ki mit kell, hogy képviseljen alapvetően. A másik viszont, ami engem nagyon érdekelne, hogy néz ez ki a gyakorlatban. Ugye szoktunk arra hivatkozni, hogy hát a Fidesz ezt megcsinálta, és jól csinálta meg. Látjuk most már elég régóta, hogy be vannak betonozva ezek a helyi közösségek. Na de pont azért, mert hogy ezek a helyi közösségek, amik a Fidesz által fenntartott közösségek, ezek annyira erősen be vannak épülve, és olyan sok szálon, a közmunkától elkezdve, annyi
tehát úgy bele vannak a helyi közösségek szöveteibe égve, hogyan lehet ezt egyetem fölfejteni, vagy hogyan lehet erre egy másik, egy ellenpólust képző közösséget fölépíteni, és hogyha már így a gyakorlati részénél tartunk, akkor ez tényleg hogy néz ki, tehát az ember oda megy, bekopogtat, keres két embert, és mit fog csinálni ez a két ember, miből csinálja, ki fogja ezt a munkát koordinálni, egyes pártok összefogva, az, vagy együttműködve az ellenzék, kapnak ezért ezek az emberek pénzt, ha igen, kitől, szóval, hogy itt nagyon sok olyan kérdés van, amik nélkül szerintem elindulni sem, gondolom én, nem tudom, csak feltételezem, hogy elindulni sem érdemes. Hogy kezdjem, mert én egy kicsit elméleti sikretelem, szerintem ez az a kérdés, amit fel kell tennünk abban a kérdéskörben, hogy le lehet egy választáson váltani a Fideszt. Tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, de szerintem még nem léptük át, de nem, nekem nincsenek erre adataim, vagy ilyesmi, hogy tényleg annyira durván beágyazott legyen, vagy hát nem is beágyazott, hanem tényleg durván akkor a függőségi viszonyok legyenek egyes helyeken a vidéki Magyarországon, amiben nem tudsz egyszerűen oda menni, mert hogy a munkáját, a megélhetését, vagy akár a testépségét kockáztatja valaki, hogyha nagyon látványosan ellenzéki aktivista test. És szerintem ez az a kérdés, amit így sokkal jobban kéne felfejteni, mert ezzel nem nagyon foglalkozunk, hogy ez mennyire létezik, és milyennek a következménye. És igen, egyébként én azt gondolom, hogy minden ilyen stratégiai vitát ennek a kérdésnek, hogy le lehet-e váltani a Fideszt egy választáson, meg kéne előznie, mert hogyha egyébként az a válasz, hogy igen, akkor is annyit tanulnánk belőle, amiből konkrét cselekvési dolgok kijönnének. A másik dolog viszont ezzel kapcsolatban, hogy azt sem érdemes elfelejteni, és erre valahogy teljesen vakok vagyunk, hogy 2010-hez képest nagyjából minden fogyasztási decilisben növekedett az embereknek az életszínvonala. És mi mondjuk itt Budapesten látjuk azt, hogy mi van Prágában, vagy mi van Pozsonyban, mások a perspektíveink, mások az összehasonlításunk. De mondjuk egy kis településen, nyilván ez is kis településre válogatja, tehát hogy nincsen két ugyanolyan falu, vagy nem tudom, de hogy ott a perspektíva az, hogy volt két zűrzavaros évtized után békében és nyugalomban meg lehet élni, és van valami fajta biztonság. És amikor azt gondoljuk, hogy hát csak oda kell menni, és át kell adni a propagandánkat, a sajátunkat, vagy a politikánkat, és akkor ez működni fog, nem biztos, hogy ez ilyen egyszerű, mert máshogy működik egy szavazónak, vagy máshogy működik egy közösség megképződése, és egy szavazónak a preferenciájának a változása, és szerintem egyébként az biztos, hogy nem jó, hogy a képviselő menjen el, és szórólapozzon be egy falut, és tartsa egy formát. Nyilván én biztos vagyok benne... És utána menjen. Igen, biztos vagyok, hogy ennél te többet gondolsz, de hogy nekem azért azok a tapasztalataim, hogyha ennyi történik, és az mondjuk 3 havonta megtörténik, az nem fog semmit eredményezni az ég egyet a világon. Nem tudom, mennyi időnk van? Mindjárt mondom. Nem sok. Jó, de azért azt jó kihasználjuk. Igen. Válaszolok mindjárt az, mert nagyon fontos a kérdés, de válaszoljak itt is, mert a legfontosabb kérdést ugye föltette a képviselő itt a végére, hogy le lehet-e így váltani a Fideszt? Le lehet-e még választáson? Ezzel kellene kelnünk, feküdnünk, ezért próbálom itt a választás utáni hetekben ugye ezt fenntartani, ezt a kérdést, és ezért köszönöm, hogy erről beszélhetünk. Sajnos erre a válasz olyan, mint ugye, hogy van-e Isten vagy nincs, ezt halálunk után megtudjuk. Azt, hogy le lehet-e váltani a Fideszt, ez pedig a következő választáson. Nem, hanem a következő választás után, tehát mindig. Én 4 évig azt mondtam, hogy ilyen körülmények között nagyon kicsi a valószínűsége, politikában nem mondunk hogy az semmit, azt tudjuk mondani, hogy nagyon kicsi volt a valószínűsége, sajnos nem is tudtuk leváltani a Fideszt, de ha ugyanilyen feltételek lesznek, mint most, akkor 4 év múlva is ugyanilyen esélyekkel tudjuk leváltani. Ha jön egy gazdasági válság, ami jöhet, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy akkor nagyobb lesz az esély, mert közben akkor tud, ugye úgy működnek ezek a hatalmak, hogy ahogy nő az elégedetlenség, akkor zárom el a demokrácia csapjait, akkor csavarok egyet, még egyen, akkor megszüntetem a 444-et, vagy az RTL-t, meg tudja csinálni természetesen. Ha megengedjük, eddig minden alkalommal elmondtuk ilyen fordulatoknál, hogy itt a vörös vonal, aztán kész, ennyi volt, kiabáltuk, nem engedjük, nem hagyjuk,
hagyjuk, ugye ez, mert nem hagyjuk, még a politikusok is nem, de hagytuk, könyörgöm. Ugyanúgy csináltunk mindent, mint ahogy eddig. Viszont ide visszatérve. Ugye az, hogy helyi vagy országos politikát kell egy képviselőnek csinálni, természetesen mind a kettőt, tehát nyilvánvalóan az egyéni képviselőnek, annak elsősorban, nem, az egyéni képviselőnek azzal többet kell foglalkozni helyi ügyekkel, mint egy listás képviselőnek. Általában egy listás képviselőnek is van azért egy saját környezete, és azzal jobban szokott foglalkozni, de én a választás előtt is azt mondtam ugye a zuglóiaknak, hogy nyilvánvalóan ahhoz, hogy Zugló jól működjön, ahhoz a országnak is jól kell működnie. Most sajnos ellenzékből pláne sokkal többet kell az országos problémákkal foglalkozni, mert ahhoz, hogy egyszer majd elérjünk ahhoz, hogy Zugló megkapja azt, ami jár neki, és oda kerüljenek a források, ahova kell, és ne lehessen Basnyák téren egy Tibolc barátjának azt építeni, amit akar, most itt tartunk, ahhoz ugye meg kell változtatni ezt a rendszert. És egyébként egy képviselőnek az a feladat, hogy a politikai akaratát a törvényhozásban az embereknek képviseli, kormánypárti képviselő törvényeket hoz, ugye, törvényeket ad be, törvényjavaslatokat, és azokat megszavazza, az ellenzéki, az pedig ellenőrzi a hatalmat, elmondja, hogy mik a hibák, és elmondja, hogy ő mit csinálna máshogy. A gyakorlati kérdés valóban a legfontosabb, de ezek szerint nagyon kevés idő van rá. Én tudom, hogy mit kell csinálni, én benne voltam a Fideszbe. Tehát sajnos ugye most úgy mondja, hogy a Fidesznek sikerült ez a váltás, ez tény. Én sajnálatos módon szégyellem, 2004-től 2013-ig ott voltam a Fideszbe, és láttam, hogy ez hogy ment. Nagyon egyszerűen ment, sokkal egyszerűbben, mint ezt gondolják. Azt mondta az Orbán, hogy most volt egy összödi beszéd, szimbolikus politika, szimbolikus politika, kimegyünk a parlamentből, ott hagyjuk a Navracsicsot meg a Semjént, ő elmondja a vezérszónoklatokat, elmondja a Navracsicsot, nem is volt olyan rossz, az egy intelligens ember egyébként, rossz kompromisszumokat vállal, de elmondta a dolgaikat, és mi szimbolikusan kimegyünk, mert azt mondjuk, hogy itt válságban van a demokrácia. Ezt nem tudta megcsinálni 12 év alatt ez a mostani ellenzék, már pedig, hogy úgy mondjam, a Fidesznek bejött. De nem az volt a legfontosabb, nem csak a szimbólum volt a legfontosabb, hanem a gyakorlati kérdés. Én mai napig emlékszem, amikor vakargatta a fejét a fideszes szekszárdi képviselő Horváth István, aki a trafikokat osztotta, vagy ő is osztotta, hogy hú, basszus, baj van, elnézést, fene vigye, baj van, mert Kubatov azt mondta, hogy nekem 3 hónapon belül az összes faluban a választókerület nekem prezentálni kell 2-3 telefonszámot, akit, hogyha ő fölhív, akkor, és megkérdezi, hogy ön a fideszes aktivistánk, akkor azt mondja, igen, persze, én vagyok az. És őnek el kellett kezdeni menni, és oda kell menni. Tehát máshogy nem megy, nem írhatom ki a Facebookra, hogy itt van egy jelentkezzetek, hanem oda kell menni, meg kell találni ezeket az embereket. Miért kell leginkább? Ez most még fontosabb, mint akkor. Őneki érezni kell, hogy kapcsolatban van velünk, éreznie kell, hogy közvetlen kapcsolatban van a politikával, mert nagyon jól tudja, és sajnos most már igaza van, hogyha ő úgymond nagyon ugrál, tehát nyíltan vállalja az ellenzékiségét, akkor bizony az kellemetlenségeket okozhat. Ez nagyon komoly. Akkor én tudom... Csinál, de ugye éppen ön érvelt azzal, hogy hát az a nem túl szép bizonyítvány az ellenzék számára, hogy ugye a szavazatszámlálókat is tulajdonképpen hát pont ezt mondom. Ezt... le. Na de hát ez azt is mutatja, hogy nincs helyben, nagyon sok helyen, ugye akár a megfélemlítés, az információján, stb. Mert nincsen. Én azt állítom, hogy még ugye a legtöbb faluban is azért 30% szavazott az ellenzékre, persze volt, ahol 99-100%, de 30% szavazott az ellenzékre. Higgy el, hogy én sokat járok, tehát rengeteg helyen járok, meg magam is lent lakom, tehát ugye egy picit több közöm van úgymond a valósághoz, mint úgymond az átlag budapesti polgároknak, akik nagyon jó, hogy lementek és szembesültek, hogy mi van lent, de azért ezt látom. Higgyék el, hogy vannak ott emberek, akik tudják, hogy mi van ott, és akiket még nem tévesztett meg a propaganda. Természetesen vannak, akik keresik az igazságot, keresik a híreket, vannak ilyenek bőven. De azokat meg kell találni, azokból meg kell találni, akik hajlandóak is foglalkozni, meg alkalmasak is rá, de leginkább azért kell oda menni, hogy ővelük a személyes kontaktus meglegyen. Még az is kevés, hogyha én úgymond fizetek egy fizetett embert, hogy ő lesz majd itt a szervezetépítő koordinátor ebben a választókörzetben. Egyébként az kell, tehát fontos, hogy legyen, de ez még önmagában kevés, hogyha ő járkál ki ezekre a helyekre, és nem csak falvakról beszélünk, kis
kisvárosokra beszélünk, akkor az kevés, oda kell menni, és ahogy én elképzelem, mert a Fidesz így csinálta, igen, meg kell hirdetni azt a fórumot, tehát ahol még soha nem voltunk, van egy csomó hely, ahova egyszerűen nem jutott el képviselő, lehet ezt látni, ugye, hogy a nagy utak mentén jók az eredményeink, de már a négyszámjegyű, háromszámjegyű utak mellett nem, mert nem volt ott még élő képviselő sohasem. Én a határ széleken, ugye, amikor néztük az Ukrajnából betelepített, vagy ugye névleg betelepített embereket, és mentünk az utcán végig, és felismertek, jó napot képviselő, és elmondták, hogy mennyire támogatnak, és ez egy nagy élmény, és van ilyen, csak ezeket az embereket személyesen meg kell keresni. Erre kell használni azt a mandátumot, tehát én azt mondom, vegyük fel, erőforrásnak szokták mondani, pénznek mondom, fizetett képviselők vagyunk, nagyon szép fizetés az a 1.300.000 forint, az majdnem annyi, mint egy német mozdonyvezetője, vagy egy kamionsofőré, nagyon szép, vegyük fel, többet ne vegyünk föl, mert kössünk szövetséget azzal a 100-200 ezer emberrel, aki hajlandó és megteheti, még ráadásul olyan helyzetben van, hogy megteheti, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra, és utána, amikor keressük meg, vagy ezzel párhuzamosan keressük meg azokat az embereket, akik ezeket az üzeneteinket eljutatják, és persze menjünk utána többet is, de először legyenek meg ezek az emberek. Tehát például az nekem mániákus ilyen megfejtésem az összödi beszéd kapcsán az, hogyha megnézzük azokat a közvéleménykutatásokat, amik az összödi beszédet egy-két hónappal készültek, akkor pontosan látjuk azt, hogy abban a energiaáremelésben, benzin áremelésben, jövedéki adó áremelés után harmadával esett le az MSZP támogatottsága. És utána jött az összödi beszéd, ami utána egyébként nőtt az MSZP támogatottsága akkor. Tehát, hogy ott arra, hogy a parlamenti kivonulás mennyit hozott a Fidesznek, azért én erősen mondanám azt, hogy szerintem a megélhetési költségek növekedése, és egyébként a rendőri erőszak az kicsit erőteljesebben befolyásolta a pártpreferenciákat, mint az, hogy Orbán Viktor ben volt-e a parlamentben, vagy sem. A másik dolog, hogy én pont erről beszéltem, hogy tök jól megtalálni ezt a két embert, egyébként nyilván ezt meg is lehet találni, ezt a 2-3-4 embert, de hogy hát pont ezek azok a települések, ahol sokkal-sokkal kevesebb esélye lesz annak, hogy ez az ember be tud csatlakozni akár bárhova, hogy ráér arra, hogy ellenzéki politizálással foglalkozzon, és hogy talál maga mellett másik embereket, akiket be tud ebbe vanni, és hosszú távon fent tud tartani egy ilyen szervezettséget. Pont az a különbség Budapest és a vidék között, hogy Budapesten bemegy az ember egy kocsmába, elkúrjantja magát, hogy Orbán takarodj, és lesz 4 ember, aki meghívja egy unikumra. Ha vidéken ugye ezt megcsinálod, akkor szerintem mondjuk vidéke is válogatja, de hogy egy kis faluban, ahol egyébként már ugye nincs is kocsma, ott azért szerintem ennek más lesz az eredménye, és kevesebb eséllyel fogja egy helyi lakos ezt megtenni. Tehát, hogy lehet összehasonlítani a 2006-os Fideszt és a 2022-es ellenzéket, csak más a államhatalom, tehát hogy azért a 2006-os MSZP-SZDSZ kormánnyal szemben sok kritikát meg lehet fogalmazni, de hát nyilván a közelében nincsen annak, amit most a Fidesz csinál. Ezért kell válaszolni rá. Ezért kell valamit ezzel kezdeni. Ezzel kell ezen gondolkodni, hogy ezzel mit kezdünk. Hát és ezért fontos, és utána jöhetnek, vagy ezzel párhuzamosan jöhetnek ugye a mindennapos megélhetési problémák, de amíg ezeket az ügyeket nem harcoljuk meg, amíg ezzel nem próbálunk valamit, és azt mondjuk, hogy ezzel úgyse tudunk mit csinálni, addig az eredmény is ugyanaz. Akkor egyetlen egy kérdés, én is felteszek, hogy nem lehetne, hogy a közmédiával való foglalkozás helyett inkább ezeket a közösségépítő projektekre toljuk rá az energiákat, és arra, hogy ezek a kis sejtek, helyi szervezetek megalakuljanak? Én azt mondom, mind a kettő. Van ennyi energiája, erőforrás az ellenzéknek, itt az erőforrás nem csak pénz, hanem figyelem is, emberi erőforrás és stb. Én biztos vagyok benne, hogy van. Leginkább ehhez hitelesség kell. A hitelesség, attól nem lesz több erőforrásunk vagy időnk rá, hogyha úgymond fölveszünk egy edzői pozíciót, és ott ülünk, és figyeljük majd a parlament ülései alatt, hogy rend van-e, és hogyha esetleg nincsen rend, akkor az elnök úrnak ezt jelezzük. Tehát én azt mondom, nem attól függ, hogy mi nekünk milyen kapacitásunk van, hanem attól függ, hogy megértik-e az emberek, és szerintem nagyon sokan lesznek, akik megértik, és lesz-e olyan 100-200 ezer ember, aki ezt megérti, hogy velük együtt ezekért a játékszabályokért meg kell küzdeni, és a kettő együtt szerintem nyugodtan megy, mind a kettőt kell csinálni, és amikor én azt mondom, hogy a parlamenti munkát minimalizáljuk, nem mondom, aki akar, menjen be, tartson szónokversenyt, vigyen
zsemlébe, krumplit, bármit lehet, minimalizáljuk, emellett viszont csináljuk meg az ellenállást, és emellett szervezzük meg magunkat. Ez a két feladatunk van. Nekem az a bajom ezzel, hogy azt hiszem ellenállás nevű szervezetbe, az új ellenállásba, ami ugye az LMP láncolós akciója után lett megkérdette, 2012-ben vettem részt, és ugyanezek a mandatok hangoztak el alapvetően. Ugyanígy, és ugyanúgy nem volt semmilyen stratégia, és semmilyen erőforrás tervezés arra, hogy valójában ezeket hogy lehet megcsinálni. Akkor valamit nagyon rosszul csinált az ellenzék, szerintem rosszul csinált egyébként az ellenzék. Ezt elmondtam. De hogyha van egy ilyen vita, és folytathatjuk, az már egy nagyon jó dolog, nagyon biztató, hogy most tényleg legalábbis mind a mai napig a pártok még nem nyilatkoztak arról, hogy hogyan fogják ezt folytatni. Az biztos, hogy erről nagyon sokat kell beszélni. Én látom az időt. Igen, igen, és tulajdonképpen akkor ezzel szerintem le is zárhatjuk ezt a mai vitát, az biztos, hogy ennek még kell, hogy legyen valamilyen módon folytatása, mert csak azért is, mert miközben nem pontosan látjuk még, hogy az ellenzék, illetve az egyes frakciók milyen irányba veszik az útjukat, azért azt látjuk, mert ha csak ilyen nagyon érintőlegesen és finoman is, de azért a Fidesz körüli média konglomerátum már a 2024-es önkormányzati választásra hangol, úgyhogy szerintem bőven lesz még teendő. Én nagyon szépen köszönöm Hatházi Ákosnak és Jánbor Andrásnak, hogy eljöttek, és fölvillantották néhány szeletét ennek a vitának. Sok sikert kívánok a munkához, és azt hiszem, hogy nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mi fog történni a jövőben. Ez volt a 444 élő műsora, vita arról, hogy a parlamentben, vagy azon kívül dolgozzon-e az ellenzék, és hogyan. Köszönjük szépen, hogy néztétek, hogyha tetszett, és szeretnétek, hogy csináljunk a továbbiakban is ilyen műsorokat, akkor támogassátok a 444-et, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és kövessetek minket a jövőben is. Köszönöm szépen, szép estét! Köszönjük!